Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Cserfalvi Karesz vagyok, ez pedig itt a Belemenés Plusz negyedik adása. Mint azt már szerintem sokan sejtitek, megint egy beszélgető társam lesz, aki Szikora Melinda ezúttal. Üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit, és én is köszönöm, hogy itt lehettek köztetek. Keserédes aktualitása is van ennek a beszélgetésnek, bár megmondom őszintén, ezt bevallom, hogy nem emiatt kerestünk meg, de ugye szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt az Odense ellen volt egy térsérülésed, amiről visszanéztem az akkori beszélgetéseket, és elég érdekes dolgokat mondtál, hiszen azt mondtad, hogy nem volt túl nagy a fájdalom azonnal, viszont sajnos később kiderült, hogy ez egy térdszalagszakadás volt. Ráadásul azóta ugye klubot is váltottál, most már Franciaországban játszol, úgyhogy ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes lenne beszélgetni. Kezdjük talán azzal, hogy hogy vagy, hogy van a térded, hogy sikerült a rehabilitáció, és hogyan indult itt az új szezon egy új állomás helyen számodra? Hát igen, amikor egyeztettünk időpontot, akkor egyébként nem volt így a fejemben, hogy tényleg napra pontosan ma volt, hogy megsérültem, de nyilván, amikor ma felkeltem és belenéztem a naptáromba, hogy mi a mai programom, hogy lesz edzésem, akkor nyilván én is észrevettem, hogy ez egy jelentős dátum volt. Tavaly ilyenkor ugye megsérültem, és tényleg ez, amit mondtál, hogy amikor megsérültem, akkor még nem éreztem, hogy ekkora a gond, de aztán később kiderült, hogy tényleg elszakadtam, de ez a sérülés azt gondolom, hogy egy év távlatából mondhatni, hogy a múlté. Nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy másodszorra operát éltem. Tényleg féltem ettől, de nagyon jól sikerült az operáció is, és a rehabilitációm is, úgyhogy újra kezdtem visszanyerni a formám. Szerencsés vagyok ilyen szempontból. A klubváltással kapcsolatban pedig érzem a bizalmat itt Franciaországban. Az edzőm tényleg 100%-osan bízik bennem. Nagyon sok játékpercet töltök a pályán. Úgyhogy ilyen szempontból ez szerencsés, hiszen ez megkönnyítette a visszatérésemet is. Jól kezdtük a bajnokságot, úgymond két nagyon jó csapattal, ez most egy kicsit vicces volt, két jó csapattal kezdtük, ami természetesen mi nem voltunk az esélyesek a találkozónak, úgyhogy nem is tudtuk megszorongatni nagyon a Brestet egyáltalán nem, a meccset csak egy fél időig, de azt gondolom, hogy a mérkőzések, ezek a magas hőfokú mérkőzések azt a javamat szolgálták, és tényleg már a meccsi mérkőzésre sikerült egy jó teljesítményt lehoznom. Ugye jött két bajnoki mérkőzésünk, két kupa mérkőzésünk, a Nice ellen sajnos nem sikerült jól szerepelnünk, ott nekem sem ment túl jól a védés, viszont a Besançon meccsre, amit itthon játszottunk, arra a csapat is, és én is sokkal jobb formát tudtunk mutatni, úgyhogy azt be tudtuk húzni, úgyhogy egy pozitív élménnyel várjuk a következő mérkőzésünket, amit pénteken fogunk lejátszani. Úgyhogy nagyjából így a mérkőzésekről annyit tudnék mondani. Ugye a bajnokságban négy meccs után egy győzelemmel álltok, de ahogy néztem, még idén elvileg három meccs van nektek betervezve még a bajnokságban ebben a naptári évben, ugye nyilván az EB miatt itt azért az évvégi programot a válogatott fogja dominálni. Ha jól sejtem, akkor ebből a három meccsből így a bajnoki táblán, tabellán elfoglalt helyek alapján nekem kettő tűnt úgy, hogy az azért nyerhető kategóriának tűnik számotokra. De mi az elvárás most nálatok? Egyáltalán egy picit a klubról, hogyha tudsz nekünk mesélni, ugye a közelmúltban a Planeta Simonetta révén volt magyar játékos a Sambrénak, de azért szerintem nem annyira közismert ez az egyesület itt a magyar közegben. Mik a célok, milyenek a körülmények, hova helyezhető el ez a klub így a francia kézilabdázáson belül? A klub egyébként egy építkező csapatról van szó, nem olyan régen, ugye második ligából jöttek fel, és azóta folyamatosan építkeznek, folyamatosan jobb és jobb eredményeket sikerült elérni, úgyhogy tavaly Európa kupás szereplést is el tudtak érni, ami az idei szezonra nem jött össze, úgyhogy abszolút ez a cél, hogy egy olyan helyezést érjen a csapat, hogy újra Európa kupába tudjon szerepelni. Egyébként a mérkőzésünk, a következő mérkőzésünket a Stella ellen játsszuk, ami abszolút beúszható kategóriába tartozik, egy és ugye
a Dijon Európa Kupa szereplése miatt szerdán kell lejátszanunk a következő mérkőzés, ami egy nagyon komoly lesz, hiszen a Dijon nagyon megerősödött az utóbbi évben. Játszottunk velük felkészülési mérkőzést, ahol 2 góllal, de alul maradtunk. Itthon fogadjuk őket, nagyon szeretnénk elkapni őket, úgyhogy a tényleg a tabellán való helyezésért, hiszen ők is szeretnék megtartani ezt az Európa kupás szereplést, úgyhogy a Dijon mérkőzés szerintem vízválasztó lesz számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon fog készülni ellenük. Nem várom már ezt a mérkőzést, itthon hazai pályán azt tudni kell, hogy kis csarnokunk van, úgyhogy pokoli hangulat lesz, úgyhogy szeretem az ilyen atmoszférájú mérkőzéseket. Szeretnénk Európa kupát játszani jövőre, de hát a csapatok, minden csapat, aki a középmezőnyhez tartozik, az tényleg jelentősen beigazolt, és nem lesz könnyű elérni ezt a célt. Ezért is nagyon fájó, hogy mi szellemidegenben tényleg nem tudtunk pontokat elhozni. Úgyhogy ezt ki kell most javítanunk, valakit meg kell csípnünk, aki ott majd az elején lesz, akár a Párizs, akár a Dijonra gondolok. Milyen most a francia bajnokság? Ugye nincs annyira számunkra szem előtt, itt a YouTube-on elérhető néhány mérkőzés, majd ameddig nem veszik le. Mondjuk a német meg a magyar bajnoksággal összehasonlítva, mit mondanál erről a francia pontvadászatról, mik így a legfontosabb eltérések? Egy pár nappal ezelőtt beszélgettünk a Szabó Annával, aki a Thüringerbe igazolt, ugye a Kucora-Csengével együtt, és ő azt mondta, hogy például Németországban gyakorlatilag a tabella második fele az ugye ilyen fél profi, fél amatőr státuszban lévő játékosokból áll össze. Ez mondjuk Franciaországban hogy néz ki? Tehát ugye nálatok, akik valahol itt a középmezőnyhöz tartoztok, annak talán inkább az elejéhez célozzátok meg. Profi játékosok, vagy van köztetek is olyan, aki fél profiként működik, illetve mi a jellemző a bajnokságra? Ilyen szempontból nálunk mindenki profi, tehát mindenki csak a kézilabdával koncentrál, illetve nyilván van pár akadémista fiatalunk, akik mellette tanulnak, de ennek ez helyes is, így van rendjén is. Azt gondolom, hogy ha össze kéne hasonlítanom a magyar, a francia és a német bajnokságot, egyelőre még azért ezt nem láttam azért belőle a francia bajnokságból túl sokat, tehát hogy majd lehet, hogy egy fél év múlva visszatérünk, és azért már többet tudok mondani, de azt gondolom, hogy én nekem a német bajnokság is egy pozitív csalódás volt. Szerintem abszolút fejlődő bajnokság, ahol azért kiki meccseket játszottunk azért a tabella második, harmadik, negyedik helyezettekkel. Úgyhogy erősödő bajnokság volt a német bajnoksága. Én abszolút azt gondolom, hogy fel tud készülni a német bajnokságból is a Bietigheim vagy a Ludwigsburg, vagy esetleg a Dortmund egy BL-re vagy egy Európa Kupa mérkőzésre. A francia bajnokságból még nem sokat láttam, amit említettem, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős bajnokság. A Brest és a Metz ugye BL-be játszik, és utána Európa Kupa csapatok is vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen elégedett vagyok azokkal a mérkőzésekkel, az minőségével, amit eddig lejátszottam. Nyilván a magyar bajnokság egy nagyon-nagyon erős bajnokság, úgyhogy azt nyilván nem kell bemutatni senkinek, de a francia bajnokság szerintem közel van a magyar bajnokság minőségéhez. Milyen a hangulat a mérkőzéseken? Ugye említetted, hogy ti például egy ilyen kisebb katlanszerű csarnokban játszotok. Mennyire vannak nézők mondjuk egy ilyen teljesen átlagosnak tekinthető bajnoki mérkőzésen? Ugye a francia bajnokságban lejátszott mérkőzések, ez egy kicsit hasonló a némethez, próbálják a mérkőzéseket minél későbbre rakni, tehát itt nem ritka az, hogy mi 8-8.30-kor játszunk, úgyhogy minél azért is van ez, hogy minél több nézőt tudjanak becsalogatni a mérkőzésekre, hogy mindenki tényleg le tudja rakni a munkát, és tényleg át tudjon jönni megnézni minket. Úgyhogy tehát házas meccseink voltak eddig, az összes hazai mérkőzésünk tehát ház volt, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek a hazai közönségünk előtt játszani.
és ahova mentünk, kivéve a Nice meccs volt, tehát nyilván ez egy déli csapat, ahol azért nyaralni is járnak az emberek, illetve ott azért több mindent lehet csinálni, le lehet menni a partra is, úgyhogy lehet, hogy ezért is kevesebben voltak, még jó idő is volt, úgyhogy, de szerintem nekik is sokkal több nézőjük lesz, amikor már rosszabb idő lesz, akkor már nyilván mindenki szeret behúzódni a csarnokba esetlegesen, úgyhogy szerintem a hangulat nagyon jó itt Franciaországban. Na és te hogy érzed magad így magánemberként Franciaországban, ugye új ország, gondolom, új impulzusok, mennyire sikerült belakni ezt az új állomás helyet? Hát a nyelvi nehézségekkel én is azért küzdök. Itt tényleg a francia nyelv, ami ugye előtérve van, az edzéseken is, és az öltözőben is franciául beszél mindenki, úgyhogy az elején tényleg nehéz volt felvenni ilyen szempontból a fonalat, de a lányok nagyon sokat segítenek, nagyon sokat fordítanak, illetve az edző is nagyon jól beszél franciául nagyon, de angolul is. Úgyhogy ez szerencsés, hiszen azért tudható az, hogy Franciaországban tényleg nem mindenkinek megy jól az angol, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok. A város, ahol vagyok, itt mindenki egy nagyobb városban lakik, ami közel van Chambéryhoz. Ez egy nagyon szép város, egy régi város, nagyon-nagyon szép folyókkal van körülvéve, és nagyon sok kastély van itt, ami ugye nagy látványosság Franciaországban, nagyon sok turista jár ide, nagyon jól kialakítottak bicikli útvonalatokat, az miatt is sokan látogatnak ide, úgyhogy nagyon-nagyon szép környéken vagyok, ezt elmondhatom, úgyhogy próbálom én is először is, mint egy turista felfedezni a környéket és bejárni. Többé-kevésbé az már sikerült, úgyhogy tényleg elégedett vagyok ezzel a helyen, ahol vagyok. A csapattársaim nagyon kedvesek, szinte majdnem mindenki francia, úgyhogy remélem minél hamarabb rám ragad ilyen szempontból a francia is, és még inkább bele tudom vetni úgymond a csapat kohézióba magam. Ilyen szempontból tényleg még vannak úgymond hiányosságaim, de hát ez a francia nyelv nem egyszerű, úgyhogy nagyon kell igyekeznem. Ja, ha jól számolom, akkor neked ez a negyedik éved, negyedik szezonod, amit elkezdesz külföldön. És a 2020-as évek elején nagyon nagy téma volt a magyar női kézilabdázásban az, hogy egy picit, és ez kritika érte a játékosokat, és akár szerintem egy kicsit így a rendszeren belülről is, hogyha így tekintjük, hogy minthogyha sokan maradnának a komfortzónájukban, és inkább választanának egy magyarországi lehetőséget, mintsem, hogy belevágnának mondjuk külföldön a légiós létbe, pedig ennek milyen sok előnyét lehetne élvezni. Így, hogy a negyedik évedet kezded el külföldön, neked mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban, és hogyan látod, mit adott neked az, hogy Németországban, és most már Franciaországban is kipróbáltad magad? Igen, azt gondolom, hogy az egyike voltam, az első között voltam, akik úgy döntöttek, hogy külföldön folytatják pályafutását, úgyhogy én azt gondolom erről, hogy nagyon jól döntöttem, hiszen minden, hogy mondjam, új kaland szerintem az embert egy kicsit többé teszi. Sok új embert ismertem meg, új kultúrát, fel kellett vennem egy idegen országban a ritmust, be kellett újra illeszkednem egy új csapatkohézióba, illetve nyilván Németországban is, ennek ellenére, hogy sokat beszéltünk angolul, ugye a nyelvi nehézségek ott is megvoltak, ugyanúgy el kellett úgymond a napi teendőmet látni Németországba is, hogy bármerre mentem, nyilván németül szóltak hozzám. Úgyhogy valamilyen szinten elsajátítottam egy nyelvet, úgyhogy most ezt próbálom franciául is, francia nyelvet is egy kicsit magamévá tenni, és azt gondolom, hogy minden váltás az egy pozitív dolog, és hogyha külföldre mész, az még azt gondolom, hogy az egy fokkal nagyobb nehézség, hiszen
nem tudod, hogy mi vár rád, nem tudod a nyelvet, nem ismersz itt senkit a városban, az országban, úgyhogy nekem ilyen szempontból szerencsém volt, hiszen ide érkeztem, és a kapus edzőm ugye magyar, aki tényleg ha nagyon-nagyon szükségem volt tényleg segítségre, akkor velem jött, ha papírmunkáról volt szó, vagy bármi ilyesmiről, de hát ezt leszámítva azért meg kell tanulni boldogulni egy idegen országban, szerintem ez egy nagy dolog. Ezt bevallom, számomra új információ, hogy magyar kapus edzője van akkor a klubodnak jelenleg? Igen. Ő már nagyon régóta kinnél, több mint 15 éve kinnél Franciaországban, úgyhogy én már néha viccelődök vele, és mondom, hogy ő már tényleg ilyen teljesen franciás, ilyen nagyon átment ilyen nyugiba, ugye itt Franciaországban tudni kell, hogy ilyen nyugiba, ráérősen vannak az emberek, kicsit ilyen spanyolosan, hogy még sziasztázunk, még egy kicsit pihenünk, és akkor majd elintézzük egy-két óra múlva. Úgyhogy itt is érzékelhető ez a hozzáállás, ez tök jó, hogy ilyen lazák itt az emberek. Egyelőre én élvezem ezt a lazaságot, de hát amikor munkáról van szó, akkor azért a csapatnál azért nincsen ilyen lazaság. Hát ez nyilván pályán való teljesítményben nem jelenhet meg. Mik most a terveid a közeljövőben és a jövővel kapcsolatban? Azon túl, hogy nyilván itt a szezonra való célokat, azokat elmondtad, de neked személy szerint mik a következő lépések? Nyilván egy sérülés után egy újrakezdésnél azért vannak ilyen kisebb, nagyobb egyéni célok is, gondolom, amiket meghatároztál magadnak. Igen, abszolút. Hogyha az egyéni célokat tekintem, akkor azt gondolom, jó úton járok, hogy teljesen mögöttem hagyjam a úgymond a sérülésemet, és hogy újra formába kerüljek. Szeretném ezt a szintet tartani, vagy még erre egy lapáttal rátenni. Hasznos tagja szeretnék lenni a csapatnak, és továbbra is segíteni a csapatot, élvezni a csapat és a vezetőedző bizalmát, úgyhogy építkezni szeretnék itt Franciaországba, tényleg itt is ebbe a bajnokságba le szeretném tenni a névjegyem, hogyha lehet így mondani, minél több jó meccset játszani a csapattal, minél több pontot szerezni. Úgyhogy most ezek az egyéni céljaim, és amit már mondtam, hogy csapatszinten szeretnénk valahogy ott a középmezőny elején végezni, de hát ez óriási munka kell, ebben óriási energiabefektetés, úgyhogy ezen vagyunk, illetve tényleg lehozni ezt a szezont egészségesen, ez talán ez, ami a legfontosabb, hogy nem szeretnék már több ilyen sérülésben úgymond részt venni, mert volt már pár sérülésem, több komolyabb is, úgyhogy most ez tényleg a legfontosabb, hogy a térdemet olyan kondícióba tudjuk tartani, annyit játszani, amennyi még pont elég, hogy jó formában maradjak, de nem túl, ne túltoljuk, ne túltorheljük a térdemet, úgyhogy ebben ilyen szempontból az edző tényleg nagyon készséges. A nyáron tényleg lépésről lépésre építettük fel a térdem, az edzőmeccseken tényleg nem kellett nagyon sokat játszanom még, de most már tényleg azért 60 percet le tudok játszani, és ez tényleg nagyon nagy öröm számomra, hogy újra egy teljes mérkőzésben magas szinten, magas hőfokon bírja a térdem, és én is, úgyhogy ezek a célok most itt nálam Franciaországban. Milyen lehetőségeid voltak a sérülésed után? Ezt azért kérdezem, mert szerintem egy elég, hát hogy mondjam, komplikált helyzetbe kerültél bele itt a tavalyi szezon során. Egyrészt ugye volt a sérülésed, ami önmagában egy nehezítő körülmény, másrészt, hát fogalmazunk úgy, hogy a sérülésed hatására ugye a Bietigheimnek gyakorlatilag Moreszky egy olyan meghatározó kapusává vált, és egy olyan meghatározó tényezővé vált, amiben én nem tudom, hogy bárki számolta mondjuk előtte. Tehát nyilván tudtuk, hogy ő egy jó kapus, de azért ő egy elit kapussá vált ez alatt az időszak alatt. Nyilván neked ugye volt egy lejáró szerződésed,
Hogy nézett ki itt a tavalyi évnek, a tavalyi szezonnak a második fele számodra? Milyen opciók voltak előtted, és végül is miért választottad ezt a klubot, Franciaországot? Hogy nézett ez ki így belülről, így a kulisszák mögött? Hát ugye a 2023-as évem vége az elég rosszul nézett ki, és ez nyilván azért, mert megsérültem. Aztán a 2024-es év úgy kezdődött, hogy még rosszabbul nézett ki, mert egyébként nem egy lejáró szerződésem volt, hanem egy pluszos szerződésem, amit a klub felbontott. Úgyhogy nem számítottam rá, hogyha őszinte vagyok, akkor a beszélgetéseim folyamatosan pozitívak voltak, ennek ellenére is, hogy megsérültem. Úgyhogy ez a mai napig ez egy talány számomra, hogy ez hogy történt, úgymond meg, de hát ez már a múlté, úgyhogy nyilván egy olyan csapatban nem akarsz játszani, ahol nem számítanak rád. Úgyhogy a más, hát attól a perctől kezdve tulajdonképpen elkezdtünk a menedzseremmel dolgozni azon, hogy csapatot találjunk. Több opcióm is volt hazai és illetve külföldi opciók is a kosárban. Úgymond, de mindenképpen úgy döntöttem, hogy akkor ezen a vonalon megyek tovább, ha már ilyen jól sikerült, úgymond a BTK-es éveim, a külföldi első éveim, akkor megpróbálom egy másik bajnokságban magam, kipróbálom. És hát én amikor Franciaországba, amikor Németországba, bocsánat, amikor Németországba szerettem volna, amikor igazoltam, akkor én szerettem volna egyébként vagy Dániába, vagy Franciaországba játszani. Ez a két ország volt úgymond az álmom, hogy a két bajnokságban szívesen kipróbálnám magam. Aztán egy harmadik országba írtam alá, és szerintem ez egy jó döntés volt, jól sült el a végén. Úgyhogy most is ez a két ország volt úgymond a fejemben, hogy vagy Franciaország, vagy Dánia, hiszen tudtam, hogy ezekben az országokban jó a bajnokság, illetve szívesen tanultam volna vagy dánul, vagy franciául. És ez egy nem mellékesen Franciaország egy gyönyörű ország, úgyhogy ezért esett egyébként a végén Franciaországra a választásom. Úgyhogy utána ugye egyébként, ha visszatekintek erre az évemre, akkor korai volt, hiszen a csapat ugye bejutott ugye a Final Four-ba, ahol ugye a lábom még csak 6 és kicsivel több mint 6 hónapos operált érdem volt, ahol nyilván, hogyha egy hónappal korábban sérülök meg, akkor még talán még az ember eljátszott volna a gondolattal, hogy esetleg Final Four-on szerepelhessen. Úgyhogy ezt nagyon nehezen éltem meg ezt a nyarat. Utána ugye nyilván volt egy olimpia, ami ugye a Covid miatt ez egy 3 éves ciklus volt, amiben nyilván én is részt vettem a válogatott a szereplésekben, és utána lemaradtam az olimpiáról a sérülésem miatt, úgyhogy hát nem volt egy kellemes, hogy mondjam, elmúlt időszakom, de azt gondolom, hogy mikor megérkeztem Sambréba, akkor tényleg ezt az időszakot magam mögött tudtam hagyni, és tényleg egy tiszta lappal indultam neki mindennek, úgyhogy most itt vagyok, most már lelkileg megerősödtem, tényleg újra fizikálisan és lelkileg rendben vagyok, azt gondolom. Úgyhogy nagyon sokat segített az edzőm és a csapat is ebben, hogy tényleg újra egy jó kerékvágásba kerültem. Úgyhogy ennyit az elmúlt időszakomról, nem volt egyszerű, de most tényleg nagyon hálás vagyok Franciaországnak, hálás vagyok a klubnak, hálás vagyok az edzőmnek, és mindenki, aki bízott bennem, és bizalmat szavazott nekem, hogy hittek abba, hogy én fel fogok épülni, és fel is épültem, megmutattam, hogy egy második operációs után is pályára lehet lépni újra, és jó meccseket játszani, védéseket bemutatni. Hát mindenképp tanulságos szerintem, amit itt elmondtál az elmúlt néhány percben. Azt gondolom, hogy több olyan kérdése is válaszoltál, amit fel akartam tenni. Ami megfogalmazódott bennem, mint kérdés, hogy számodra ezekből mi a tanulság? Mi az, amit mondjuk így
továbbadnál fiatalabb játékosoknak ezekből a tapasztalatokból, akár az elmúlt, nem tudom, egy évből, akár a 4 év légióskodásból, akár az egész eddigi pályafutásodból, mi számodra így a legfontosabb tanulság vagy tanulságok? Hát a légiós korszakra úgymond visszatérve, én azt gondolom, hogy ugye a fiataloknak mit tudnék továbbadni. Mindenképpen azt, hogy amikor kiigazoltam Németországba, akkor tényleg, amikor nehéz szituációban vagy, akkor tényleg nagyon sokat tanulsz saját magadról is, nem csak a környezetedről, nem csak az új környezetről, úgyhogy folyamatosan én is tanulok saját magamról, úgyhogy talán ezt tudnám továbbadni, illetve az, hogy tényleg nem hiszem, hogy ez olyan nagyon jó, hogyha komfortzónából bennmarad az ember, tök jó, hogyha ebből megpróbálsz kilépni, hiszen nem tudsz, hogy mi vár rád, úgyhogy rám egy még jobb dolog vált, annak ellenére is, hogy volt egy nehéz időszakom most, ez mindig benne van, hogy megsérülsz. Ez egy szórakoztatóipar, nyilván itt, amikor jó megy, akkor fontos vagy, amikor nem megy annyira jól, vagy megsérülsz, akkor nyilván, amint látható volt, gyorsan pótoltak, gyorsan tudnak pótolni, valaki másnak ugyanúgy jól megy majd utána, úgyhogy ilyen szempontból tényleg én csak magamra próbáltam koncentrálni, és arra, hogy azt a hitet, amit és azt a munkát, amit magamba fektettem, azt újra úgymond ki tudjam hozni magamból, és tényleg tudtam, hogy jó vagyok, tudtam, hogy még van bennem a második műtétem után is, tudtam, hogy még van bennem annyi, hogy meg tudom mutatni, hogy tényleg jó kapus vagyok, tudok egy másik bajnokságba is jó meccseket lehozni, jól védeni, úgyhogy én most tényleg ebben vagyok, hogy úgymond egy kicsit magamnak bizonyítsak újra, hogy az a munka, amit elvégeztem a karrierem során, az még mindig ott van benned, attól függetlenül is, hogy megsérülsz, az a munka az nem veszik el teljesen, nyilván nehéz volt, de most újra itt vagyok, most újra nagyon élvezem, hogy pályán lehetek, és ez a legfontosabb szerintem, hogy senki ne ragadjon bent egy olyan szituációba, ahol nem érzi jól magát, egy, és a másik, ahol nem játszik, mert szerintem az a legrosszabb az életzel, hogy játszel, és én ennek szentelem úgymond a mindennapjaimat, én próbálok olyan csapatba játszani, ahol számítanak rám, ahol fontos vagyok, és ahol pályára tudok lépni, hiszen szerintem ez a legvégén, a nap végén ez egy játék, és ezt játszani kell, az, hogy ülsz a padon, annak szerintem megvan annak is, hogy mikor kell ülni a padon, de van, amikor már mindennek úgymond végének is van vége, és tényleg játszani kell, és élvezni kell, ez egy nagyon szép játék, úgyhogy én ezt tudnám tulajdonképpen így kicsit összefoglalva mondani a fiataloknak, hogy próbálják élvezni ezt, amit csinálnak, hiszen ez egy olyan sport, aminek vége van, nem tudod nyugdíjas korodig csinálni ezt a sportot, úgyhogy én ezt így látom. Hát nagyon örülök, hogy ilyen gondolatokat is megfogalmaztál itt nekünk, és szerintem ezek nagyon értékesek, és remélem, hogy sok fiatal meg fogja ezt hallgatni. Ha az interneten fellelhető információknak hihetünk, akkor 2026-ig írtál alá most a francia kluboddal. Mik a tervek utána? Gondolkodsz-e egyáltalán ezután? Vagy most tényleg úgy vagy vele, hogy 2026-ig látunk, aztán majd valamikor 25-26-ban jöhet a következő állomás vagy a gondolatok erről? Hát nézd, nagyon őszinte leszek, amikor aláírtam a szerződésemet, akkor nagyjából a térdem 3 hónapos operált tért volt, szóval ott azért nyilván az volt az elsődleges, hogy mennyit látok ebbe, hogyha én felépülök, akkor a testem még mennyit bír. Ez a 2 év biztos voltam benne, hogy ennek ellenére, hogy megsérültem, jó formában voltam, fit voltam, még azt gondolom, elég gyors voltam, úgyhogy én addig fogom csinálni, ameddig a testem bírja, amikor úgy érzem, hogy ennek már úgymond
nem sok értelme van, amit a pályán csinálok, és már nem tudom azt a szintet hozni, amit úgymond magamtól elvárok, akkor nem fogom csinálni. Elég maximalista vagyok, úgyhogy én nem tudom elképzelni magam, hogy csak úgy levezetgetek valahol. Én minden meccset meg akarok nyerni, én minden labdát ki akarok védeni. Sajnos én ilyen vagyok, úgyhogy nem sajnos. Úgyhogy ez a 2 év, amit én most látok magam előtt egyelőre, úgyhogy most jó állapotban vagyok újra, most fit vagyok újra, amit mondtam, testileg is és mentálisan is, és majd szerintem egy másfél év múlva megint meglátom, hogy van ebben még 2 év, még 3 év, még 4 év, 10 év, na, nyilván nincs, de hogy ezt most én nem tudom megmondani, most fit vagyok, most tényleg jó állapotban vagyok, 1 év múlva, hogy mi lesz, az még a jövő kérdése. Úgyhogy ott fogom eldönteni, hogy mennyit bírok még, mennyi van még a testemben, mennyi van még a fejemben, esetlegesen akarok-e még egy másik országba menni. Ez most egy kicsit így visznek szántom, de ki tudja, én jól érzem magam egyelőre itt Franciaországban, úgyhogy ezt tudom mondani, nem tudom még, úgyhogy nem fogok olyanokat olyan dobálni évekkel, hogy amit még nem tudok előre, úgyhogy nem tudom még. Most 2 évem van itt, úgyhogy ezt szeretném kimaxolni. Hát ha már itt viccelődünk, azért szerintem említetted, hogy Dániában akartál játszani, azért a Dán meg a Norvég kézilabda iskolában azért tudnánk jó néhány kapus nevet felsorolni most itt a közelmúltból, akik azért bőven a 40-en túl is elég komoly teljesítmény nyújtottak, szerintem elég csak Lundéra gondolni, így a közvetlen nem, hogy a közelmúltból, de hát a jelenből. Én azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal nagyjából le is kerekíthetjük ezt a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy találtunk időt erre a beszélgetésre, nagyon örülök, hogy ezeket a szerintem értékes gondolatokat megfogalmaztad nekünk. Én azt hiszem, hogy nagyon sokunk nevében mondom azt, hogy a legjobbakat kívánjuk neked Franciaországban, és hogy amit itt elmondtál, hogy bizonyítani szeretnél, az mindenképp sikerüljön neked itt, akár Sangriban, akár bárhol máshol, és reméljük még legalább 10 évig látjuk Szikora Melindát, aki minden labdát ki akar védeni. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a Én is beszélgetést köszönöm. neked. Én is köszönöm, Köszönöm hogy szépen. lehettem veletek. Kedves Sziasztok! hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, kövessetek minket Facebookon, hallgassatok minket YouTube-on, Spotify-on, tudjátok már, küldjétek a lájkokat, kérdezzetek, kommenteljetek, és találkozunk a következő adásokban. Sziasztok!